A gálafajták harmadik színelését végzik a szüreteli munkások ebben a balkáni gyümölcsösben, azaz az érettalmákat válogatják ki. A tavalyi csúcstermés és az idei év aszályos időjárása miatt heterogén almatermés tapasztalható a kertekben, ami azt jelenti, hogy gyakran még az egymás mellett álló fákon is jelentős a termésmennyiség különbsége. A tavalyi évben le voltak terhelve a fák, az az évi terméssel nyilvánvaló, és hát a fák az idei évi rügyeket, amiből az idei évben virágok lesznek, az tavaly növesztik meg. És ugye mivel rengeteg volt rajta az alma, rengeteg volt a gyümölcs, kevesebb tápanyag jutott a rügyekre, és emiatt kevesebb alma is terem. A tavalyi év 12-15 forintos árához képest idén az ipari almát nettó 30 forint körül áron veszik át a felvásárlók a termelőktől. Ez azt jelenti, hogy a léalmából előállított sűrítmény ára is közel a harmadával lesz drágább idén a tavainál. Ez az év, ez sokkal rosszabb az almatermelők és a feldolgozók szempontjából, mint az elmúlt év. Várhatóan a tavalyi 800 ezer tonnával szemben, mint egy 300 ezer tonna az, amilyen termésre számítunk. Ebből most az árak miatt mindenki igyekszik minél több étkezési almát kiszedni, és ami marad, az lesz, abból lesz a ipari feldolgozásra alkalmas alma. Tehát a kapacitásnak körülbelül az 50-70%-át, ha ki fogjuk tudni használni az éven. Az alma szüretelése akár novemberig is eltarthat. A léalmát a következő 3 hónapban dolgozzák fel, az étkezési almát viszont hűtőházakban komolyabb minőségromlás nélkül akár márciusig is tárolhatják a gazdák.